Sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, születésnapon! Ugyanis van nem más van, mint a Lukasznek a születésnapja, március 5-e van, amúgy itt van ő is, szervusz! Itt van a Davis is, amúgy mindenkinek még egyszer meg szeretnénk köszönni a sok jó kívánságot, mert nagyon sokan kívántak a Lukasznek boldog születésnapot. Mit csinálsz, Davis? Nem ásszál oda fel, te! Jelenleg itt bohockodnak az ágyon, a feleségem nincs itt, ugyanis leugrott ide a közeli közértbe, ugyanis kell egy pár dolgot venni délutánra, még amit elfelejtett tegnap, ugyanis jönnek át a szüleim, jön át az öcsém, és hozzanak tortát, ugyanis a anyukám készített egy ilyen gyümölcsös tortát, hogyha minden igaz, hozza át, ugye Lukasznak a születésnapjára. Amint felébredte a Davis, ugyanis a Davis ugye el fog menni ugye aludni, ilyenkor még mindig ugye alszik egyet, ugye még picike, és amint felébredt, olyan 2-3 óra környékén valószínű. Aztán úgy beszéltük meg a Lukasszal, hogy ugye akartunk filmezni egy valami ötöt itt ebbe a vidám parkba, ebbe a Movie World-be, és gondoltuk, hogy ha ma jó idő lesz, még a Davis ugye alszik, egy ilyen 2-3 órára csak én és ő elmegyünk, még ott mi jól érezzük magunkat, filmezzük is ezt a valami ötöt, és ez egy érdekes rész lesz, amit ti majd megláttok valószínű a hónap végén, vagy jövő hónap elején, attól függ ugye, hogy sikerül felvenni ezeket a dolgokat, majd meglátjátok. És egy kicsikét ilyen bonyolultabb ezek a felvételek, de az időt nézve mutatom, ilyen felhős az idő. Reggel szép idő volt, egy felhő nem volt az égen, most kezd felhősödni, azt mondták, hogy öppá, mire léptem rá a Teletubbira, hogy jön a délutánra, lehet, hogy ideér az eső. Úgyhogy ebből a Movie World-es dologból nem tudom, hogy mi lesz, hogyha nem ma, akkor lehet, hogy majd jövő héten valamikor ugye elmegyünk, és érdekes valami öt lesz ez a rész. Szok egyet! Opá! Azt egy kicsikét rendet kellene itt ugye tennem, ugye, és mindenhol látod, rettentő sok játék van. A feleségem az gyorsan felporszívozott még mielőtt elment, úgyhogy én mondtam, hogy addig elpakolok itt mindent. Na várják, ezen itt van a hűtő, kiveszünk valamit. Délutánra vettünk ilyen jemes, ilyen legfáros tekercset, azt hiszem, látod? Ugyanis ezt szeretem, én nagyon szeretem, meg a Lukasz is szereti. Aztán vettünk még ilyen timtamot is. Ez valami újfajta, ilyen meggyes, látod? Nem tudom, hogy ilyen van, én azt mondom, hogy ilyen nincs nálatok. Bár, ki tudja. Mindegy, gondoljátok ide a komment alá, írjátok meg. Én nem emlékszem, hogy lett volna ilyen Magyarországon, ilyen csokis és belsőben van valami. De aztán lehet, hogy nem emlékszek rá. De mindegy, én gyorsan iszok egyet, aztán gyorsan elpakolok. Párna visszaadja a helyére, a másik párna a másik helyére. Ami sok értelme, hogy nincs ennek a pakolásnak, mert amint kijön a Davidson itt a szobából, ugyanígy fog megint kinézni mindenkülül egy fél órán belül, na már itt is találtam egy autót. Aj, egy Transformert is, mindig, mindenhol, minden. Aztán arra gondoltam, hogy valamelyik nap, attól figyel, hogy lesz időm. Mi, ugye szeretek szeretek teljesíteni kéréseket, és a legtöbb kérés, amire, ugye nagyon sokan kértétek az elmúlt, nagyon régóta, hogy ugye mutassam meg, hogy mi van a számítógépemen, hogyan szerkeztem a videókat, mi van a telefonomon, meg hasonló dolgok. Ugye nekem a számítógépemen, a telefonomon sok minden nincsen, ugyanis nem nagyon játszok, nem játszok rajtuk, de gondoltam, hogy készítek egy ilyen videót, hogy mi van a számítógépemen, és végül is, hogy hogyan szerkeztem ezt a videót, ugyanis még mindig nagyon sok kérdést kapok, hogy nem mutatnám meg, hogy mivel szerkeztem, hogyan szerkeztem. Hát gondoltam, hogy erről készítek egy külön videót, valószínűleg a héten meg fogom tudni veletek osztani, lesz időm és fel fogom tudni venni. Amúgy azért nem ilyen hosszú videó lesz, egy ilyen 10 perces szerintem. Amúgy oda néz, közben kezd kisütni a nap. De még a végén szerencsénk lesz és el fogunk tudni menni a Lukasszal. Amúgy én nagyon remélem, ugyanis jövő hétre megint ilyen elsős időt mondom. Ugye most ez az ősz, és ez az ősz, ez ilyen elsős, felhős, ugye elment a nyár, de amúgy olyan hideg most még nem lesz, majd télen. Bár akkor sem lesz ugye olyan hideg, mert a leghidegebb is talán éjszakánként, vagy reggelenként olyan 5-6 fok. Mi csináltok? Milyen alszol? Ja, te is? Szervusz. Davis is alszik, mindenki alszik, de hogy takaróztál be? Te itt szoktál aludni? Fejedre húzod a takarót? Davis, mit csinálsz? Mi? Ja, úgy alszol. Te, le ne essél nekem, hogy nem állunk fel, leülünk. Sit down. Davis! Te! Mi történt a hasaddal? Te! Látod, megkarcoltad, mindig bohóckodsz. Oda ugye nem szólsz találni, mert fel lehet ülni, és úgy le lehet odnáit esni.
vagy ugrani, vagy éppen amit játszol. Te! Úgy. Nagyon szeret burulni a tévis. Nincs neked meleged? Olyan meleg van itt bent, mint a fene. Amúgy itt a este megint játszottunk ezzel. Mit csinálsz? A Szegával, ugye, amit kapott a Lukasz születésnapjára. Eddig melyik a kedvenc játékod rajta? Én nem nagyon nyilván. Én csak van olyan sok játék. Tudom, van rá 80 játék. Mindenket nem próbáltuk, nem játszottunk ne. Veled, de játszottunk. Én már játsztam olyan 20. Te játsztál. Én annyival nem. Nekem eddig te játsztál 3. Ja, körülbelül, mert napestre játszottunk, nekem eddig a kedvencem, tudod melyik volt? Mi? A Mortal Kombat. Ja. Az utolsó rész. Azzal játszottunk? A harmadik ja. részén? Ja, én harmadik. Már játszottam az első. Ja, az a te a délután játszottunk. Nem játszottuk a kettő még. Azzal még nem. Akkor a kettő a legjobb. Én ja, de hogy áll a hajad? Ne kell csinálni a hajadat majd. De vissz, azt ne kapcsolgast. Ne kapcsoljuk. Ja, van ez egy játékra? Azt nem bántjuk. Van az játékra a Comic Zone, mondja a neten, hogy nagyon hard. Igen, nagyon nehéz. Ja, majd megnézzük. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de én majdnem végeztem. Igen. Amúgy ezek a játék, ugye ezek a nagyon régi játékok még olyanok, hogy be kellene gyakorolni a pályákat. Emlékszik, az öcsémmel szoktunk játszani, de rettentő sokat ugyanazon a pályán, ugyanazon a játéka. Mi helyzet? Nem megyünk sehova, te! Elkészültünk, úgyhogy most nem máshova megyünk, mint a Movie World-ben. Mit csináltál? Beverte Lukasz a lábát, te? Ment az ajtóba. Ja, ügyes, nagyon ügyes voltál. Úgyhogy mi is elmegyünk. Ott bent fogunk filmezni, de ebben a videóban nem fogjátok látni, ugyanis a Valami Ötnek egy újabb részét fogjuk ugye filmezni. Mondtam, hogy el fogjuk kezdeni, amint el tudjuk kezdeni. Úgy néz ki, hogy az eső felhő nem fog ideérni, úgyhogy elindulunk, rendben? Mindig van! A mai rész amúgy nagyon izgalmas lesz, legalábbis mi számunkra. Ti számotokra meg majd, ahogy mondtam, egy-másfél hónap múlva, ugye? Ja. Majd meglátjátok. Na, induljunk. Figyelj, megy az autó. És megérkeztünk. Várjuk ezeket az autókat, még elmennek. Elég sokan jönnek, bár nem tudom, le van zárva ott a parkoló egy része? Valamit, mintha csinálnának. Csak itt bemegyünk. Na, az már működik. Látod azt a hullámvasutat? Azon még sose voltunk. Valószínűleg mostában nem is leszünk. És a Lukasz arra még nem ülhet rá. Van egy-kettő, amire Lukasz nem ülhet rá. Már át kellene itt sorolnom a túloldalra. Én is be fogunk fordulni. Ez a Green Lantern, látod? Mi, Lukasz? Majd egyszer. Még egy pár hónap talán, vagy egy év. Amint eléri a Lukasz a centimétert, a 140-et, felületre. Ugyanis hány centiméter vagy? 136. Úgyhogy, most megállítjuk a kamerát, aztán újra elindítjuk, és kimentem a fókuszba, látod? És ti majd meglátjátok, ahogy mondtam, nem sokára. Ahogy itt álltunk meg a bejáratnál, látod? Ott egy Ford, Lukasz, nézd, itt egy Ford szemben. XR6-os, ez a sima, nem a turbos, ha jól látom. Ja. Visszaérkeztünk az autóba, elment körülbelül egy, mennyi idő ment el, egy két óra? Mi van, már aludtál, mit csináltál? Majdne. Te annyira, az elején annyira vizesek lettünk, hogy meglátjátok a videóba, ugyanis nem áruljuk el. Bár biztos, hogy tudjátok, hogy miért lettünk vizesek. Most hazamegyünk és mit csinálunk? Még mielőtt jönnek a szüleim meg anyukám, a szüleim meg anyukám, meg a szüleim. Eszünk, meg fogunk ebédelni, és várjuk a vendégeket, meg elkészülünk. Nem elkészülünk, hanem kirakjuk a szokásos dolgokat. Mit vett? A mami vett valami, nem? Mit vett? Ja. Chipset vett, meg egy pár dolgot ugye délutánra, úgyhogy na minden, menjünk, ugyanis rettentő meleg van itt az autóba. Vezetünk hazafelé közben, Lukasznek az egyik kedvenc száma megy, nem a rádióban, nem a CD-n. Melyik ez? A 21, ugye? 21 Pilot? Ja. Ja. Lukasz nagyon szereti ezt a számot. Na, csak mondani 21 Pilot magyar. Ja, 21 Pilot. Várjál, be kell fordulni. A Lukasz másik kedvenc száma, ugyanúgy a 21 Pilot-től, 21 Pilot. Ez melyik? Judge. A Judge. Judge! Oh no! Oh no! Set me free! Lukasz nem szereti, hogyha éneklek, ugyanis mit mondtál? Azt mondtad, hogy nagyon nem szép a hangom. Amúgy én tudom, hogy mondok, hogy olyan erotikus az én hangom, olyan... van ugye ez a vicc, nem akarom mondani, hát van a fiatalabb nézőim is, de te sem beszél, ez neked is ilyen erotikus a hangom. Megevéreltünk, hazérkeztünk, ahogy látjátok, a Davis egyik most kell fel, közben a feleségem felrakott egy pár ilyen születésnapos táblát, látod oda az ajtóra, oda a falra,
meg az asztal meg volt szépen terítve, egész addig, hogy a Davis szellemkelt és megmarkolta, aztán így néz ki. Nem ilyen. Ja, van ilyen trombitánk is, úgyhogy jelenleg nem más csinálunk, mint várjuk a szüleimre, meg a öcsémre. Azt mondták, hogy nem is fel itt leszek, hogy ilyen 10-15 perc. Aztán gondolom, Lukasz kibontja az ajándékát, és megesszük a tortát. Ahogy mondtam, majd próbálok filmezni itt-ott. Ami a Davisnek nagyon tetszik, ez a trombit, ma nem trombit, amit kell fújni, és nem tudja kifújni. Davis, ne fogd le a végét. Látod, úgy, mint a Lukasz. Ja! Látod, úgy fújjad. Oj, te! Látod? Kijött neki is. Nem folyjuk le az elejét. De... Ah, na minden. Ma majd megtanulja. Hoppá! A Davis táncol! Ugyanis Lukasz, a Davis kapott egy ilyen autót, amivel szól a zene. Néha, ugye attól függ, hogy hányszor nyomod meg, és nagyon szeret most rá táncolni. Amúgy, ahogy látjátok, közben lement mi nálunk a nap, kell sötétedni, elmentek haza a szüleim és az öcsém is. Még egyszer mindenkinek meg szeretnénk köszönni a sok jó kívánságát, ugye, amit írtatok a Lukasznek, nagyon szépen köszönjük. Jelenleg a Davis ott van, hol van? Eszik valamit rákcsa, ugyanis nemrég vacsorázott meg. Ezt a mai videót lassan itt most befejezem, de még mielőtt befejezem, szeretnék válaszolni egy vagy két kérdésre. És kérdeztétek, hogy mikor lesz a sorsolás ugye a tegnap előtti videóhoz most már. Amikor teszteltük az új csónakunkat, ugye mondták, hogy az csónak, nem hajó, mert evezős, hogy az csónak. Valószínű, hogy holnap után lehet, attól függ. Ugyanis általában szoktam várni egy vagy két napot, még vagy hármat. Ugye megvárom, még több ember ír, ugyanis ilyenkor még rettentő sok kommentet kapok, és mindenkinek meg akarom adni ugye az esélyt, hogy részt tudjatok venni a nyereményjátékba, de fogunk sorsolni a héten. Aztán a következő kérdés, amit akartam válaszolni, kérdeztétek, hogy lesz-e régi idők videója folytatása? Ugye régen volt, most már egy jó régen volt. Régi videókat szoktam ugye megosztani, tehát beszéltem, mikor idejöttünk, ugye ide kiköltöztünk Ausztráliába, megosztottam azokat a videókat, mikor jöttünk, mikor elkezdtem dolgozni, meg ugye hasonló videókat, és volt egy pár rész, aztán ugye ott abba hagytam, és akkor mondtam, hogy majd egyszer folytatni fogjuk. Hogy fogjuk-e folytatni, vagy nem fogjuk-e folytatni, nem tudom. Ugyanis ugye ezek ilyen régebbi videók, és annak idején akkor filmeztem, hogyha például ugye odáig eljutottunk, hogy ide megérkeztünk, ugye. És annak idején után én már csak akkor filmeztem, amikor rövid filmeket készítettem mondjuk, meg akkor, mikor mondjuk mentünk nyaralni, vagy születésnap volt, vagy ilyen hasonló dolgok, és nem tudom, hogy azok közül mindent ugye meg szeretnék elosztani, vagy mi az, amit meg szeretnék osztani. És ha megosztok mondjuk ilyen nyaralós videókat, ugye nem akarom, hogy kapjak rá ilyen rossz kommenteket mondjuk, hogy mutogattam, hogy merre jártunk nyaralni, vagy ugye miket csináltunk, tehát azért annak idén ott azt megállítottam, és mondtam, hogy majd lehet, hogy folytatjuk tovább. Rövid filmeket abból lehet, egy párat meg tudok osztani, például amikor készültek, ugyanis volt egy pár ilyen viccesebb rész, vagy jelenet belőle, de majd meglátom, ugyanis rettentő sok ilyen videóban, ilyen régebbi, és na mire, ma meglátjuk, tehát lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!